Kedves nézőink, az Agrárpercek mai műsorában nézzék meg sorozatunk első részét, amelyben volt mezőgazdasági minisztereket mutatunk be. A mai adásunkban dr. Dimény Imre volt mezőgazdasági miniszterrel készült riportunkat láthatják. Köszöntöm a nézőket! Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek dr. Dimény Imre urat, aki Fock Jenő kormánya idején 1967-től 1975-ig, tehát 8 évig, Lázár György kormánya idején pedig 2 hónapig volt mezőgazdasági miniszter. Szeretettel köszöntöm a Szegvári Kurca TV nézőit, és örömmel fogadtam azt, hogy a mai szentesi látogatásomból néhány percet rendelkezésükre bocsájtson. Miniszter úr, ön különösen büszke lehet a mezőgazdaság gépesítésére, műszaki fejlesztésére és mindezek gyakorlati megvalósítására, valamint arra, hogy mindezt a közgazdasági környezet sajátosságait figyelembe véve valósította meg. Ugyanilyen büszke lehet a szövetkezetek létrehozására és általa a parasztság életszínvonalának növelésére. Minisztersége alatt valóban virágzott a magyar mezőgazdaság. Hogyan lehetett ezt a csodát abban az időben elérni? A mezőgazdaság gépesítés kérdései már a korai időszakomban teljesen foglalkoztatott. Akkor, amikor a gépesítésről beszélünk, a műszaki fejlesztés egyik alapvető pilléréről, valóban át kell térnünk magára a műszaki fejlesztésre. Hogy a műszaki fejlesztés összességében 4 alappillére gyúszik. Egyik alappillér a biológia alapok rendbetétele, a biológiai alapok fejlesztése és minél nagyobb értékben történő alkalmazása. Hát ez alatt mindenek előtt a újfajták bevezetését értem, és az ökológiai adottságok messzemenő figyelembevételét. A másik tényezőt, vagy pillér volt az úgynevezett a tápanyag utánpótlás kérdése, tápanyag ellátás kérdései. Ezen belül mindenek előtt a műtrágyák erőteljes alkalmazása. Harmadik tényezőnek tekintettem a gépesítés, az úgynevezett technikai kérdéseket. Ezért én magam is a műszaki fejlesztés alappillérének mindig és minden időben magát a gépesítésre tekintettem. A gépesítés fejlesztése az egész agrárpolitika, az új agrármodell kialakításában is jelentős szerepet játszott, és különösen nagy jelentőséget kapott akkor, amikor megnyíltak a lehetőségek, vagy pedig úgy is mondhatnám, hogy megteremtettük a lehetőségeit annak, hogy minél nagyobb mértékben különböző közgazdasági hitelt konstrukció keretében a nyugati erőgépekre is nagyobb mértékben támaszkodhatunk. Nyilvánvaló, hogy nem csak traktorokról van itt szó, hanem a traktorokon belül is a célgépekről, univerzális gépekről is szó esik. Tehát komoly feladatnak jelentkezett a gépesítés erőteljes fokozása, és nyilvánvaló, hogy a Szovjetunióra is messze menően támaszkodtunk, hiszen a Hoffer traktorok, ezek az elavult régi, nagyon nagy költséggel üzemeltető traktorok ugyan még rendelkezésre álltak hazai gyártásból, de egyre kevésbé elégítették igényeket. Éppen ezért nagyon nagy igény jelentkezett, hogy a termelési színvonal erőteljesebb emeléséhez megteremtődjék egy olyan korszerű traktorpark, ami már kielégíti a mezőgazdasági termelés műszaki alapjait. Hát itt gondolok, természetesen ez egy fokozatosság érvényesült az egész gépesítési koncepció érvényesítésében, kezdve a talajmunkák gépesítésére, a szállítás gépesítésére kerülhet egy sor, később az úgynevezett univerzális traktorok, és később még inkább a nagy teljesítmény traktorok igénybevételére kerülhet egy sor. Ez egy tervszerű, gondosan megfogalmazott tervek alapján történt ez az egész korszerűsítés, ami a gépesítés tekintetében végre ment. Én nem tekintem ezt csodának, hiszen a csodák
valóban nagyon fontosak az életünkben, de ez egy tervszerű magatartás eredménye volt, az, hogy az egész műszaki fejlesztésen belül a gépesítés fejlesztésére meghatározott figyelem fordult, és tulajdonképpen valóban igaz a kérdésben feltett kérdés, hogy nem is azt mondanám, hogy a közgazdaság barát műszaki fejlesztés alakult ki. Tehát megteremtődtek a feltételei, hogy a közgazdasági direktívák érvényesítés által egy nagyobb anyagi lehetőségre, egy erőteljesebb úgynevezett beruházás fokozására, olyan beruházás megvalósítására, ami eredményeként ez a gépesítési fejlesztés ilyen irányban, ilyen mértékben és ilyen sikerességgel valósulhat. Miniszter úr, ön intézkedéseivel elősegítette, hogy a gépesítés színvonala egyes területeken megközelítette az akkori fejlett mezőgazdasággal rendelkező nyugati országok szintjét. Ez abban az időben óriási eredmény volt. Hogyan sikerült ezt megvalósítani? Valóban határozott törekvés volt a gépesítés színvonalának, magyar mezőgazdaság gépesítés színvonalának az európai, a fejlett országok, az időben így neveztük ezeket, a fejlett országok gépesítési színvonalára. Ez tulajdonképpen abból a feltevésből következett ez a magatartás, hogy mi már abban az időben is az exportunk egy jelentős részét, a mezőgazdaság élelmiszeripari exportunk egy jelentős részét nyugat-európai országokba értékesítettük, kivitelünk nagy hányada, és gyakorlatilag abban az időben a mezőgazdaság volt az, aki úgynevezett kevés devizát termelt. És nyilvánvaló, hogy a színvonala, a technikai színvonal nem maradhatott el magától a termelési színvonaltól, a kettő között szoros összefüggés van, és tulajdonképpen ez a úgynevezett közgazdasági megfontolás érvényesült akkor, amikor törekedtünk, és nem csak törekedtünk, hanem el is értük, hogy a magyar mezőgazdaság képesítésének színvonala valóban abban az időben európai színvonala volt. Az önideje alatt indultak el az úgynevezett ágazati termelési rendszerek a mezőgazdaságban, és ebben az időszakban indultak be környékünkön a geotermikus energiára épülő kertészeti telepek is. Az akkori kormányon belül hogyan szerzett ehhez támogatást? Az, hogy ezt megválaszolhassam, arról kell szólnom, hogy 1963-64-ben a mezőgazdaság annak ellenére, hogy bizonyos intézkedések már korábban is történtek, de ezek elsősorban a vállalati szintű intézkedések voltak, egy úgynevezett konszolidációs program kidolgozását igényelték. És ebben a konszolidációs programban tulajdonképpen ez a program olyan forrásokat biztosított a mezőgazdaság számára, ami a modernizációt jelentette a mezőgazdaságnak. Hát ez a konszolidációs program tulajdonképpen első mindenek előtt abban jelentkezett, hogy a mezőgazdaságban, a szövetkezet, mezőgazdasági szövetkezetekben felgyűlemlett hitelek elengedését kell mindenek előtt első teendőként megjelölni. Ez a hitelállomány abban az időben meghaladta a 10 milliárd forintot, ami mai értékkel számítva 150-180 milliárd forintnak felelt meg. A másik nagyon lényeges kérdés volt, hogy a úgynevezett bővített újratermelés pénzügyi anyagi alapjait meg kellett teremteni, és ezért sor került az 1965-66-os években egy úgynevezett felvásárlási, illetve termelői ára növelésére. Ez azt jelentette,
hogy két év alatt mindegy 35%-kal megnövekedett a növekedtek a termelői árak. Tehát tulajdonképpen ezek a úgynevezett közgazdasági intézkedések, ezek a lehetőségek megteremtették a feltételeit, pénzügyi anyagi feltételeit adnak, hogy a bővített újratermelés feltételei meglegyenek, és nem csak az egyszer újratermelés, hanem a bővített újratermelés feltételeit ezek a úgynevezett közgazdasági jellegű intézkedések meghozták. Hozzá kell tennem ehhez még azt is, hogy 1965-ben került első ízben kidolgozásra a mezőgazdaság úgynevezett támogatási rendszere. Erről mostanában kevés szó esik, ez azt jelentette, hogy különösen az úgynevezett elmaradott szövetkezet, rossz körülmények között gazdálkodó szövetkezetek termelését, gazdálkodását elősegítő támogatási rendszer volt, hiszen a 17 aranykorona per hektár területeken egy jelentős úgynevezett támogatásra kerül sor. Tehát tulajdonképpen a támogatási rendszernek a kialakítása megteremtette a közgazdasági feltételeit a bővített újratermelésnek. Az első ilyen termelési rendszer Vábornál alakult ki, mégpedig a kukorica iparszerű termelési rendszer néven. Utána a termelési rendszerek egyre bővülő mértékben növekedtek, úgyhogy 1989-re már körülbelül 90 termelési rendszer alakult meg Magyarországon, és ezek nem csak a szántóföldi növénytermesztést fogták át nagy arányban, hát elsősorban a szántóföldi növénytermesztés, azon belül is a gabonatermesztés fogták át, majdnem teljes egészében, hanem később a ilyen rendszerek alakultak ki a kertészet körében, ilyen rendszerek alakultak ki az zöldségtermesztés területén, és híressé vált többek között a szentesi korai zöldségtermesztési rendszer. Ez a rendszer már a 70-es évek elején megkezdte működését. Ezek a rendszerek nem is úgy pontosan a kérdésben feltett kifejezés, nem ágazati, hanem horizontális rendszerek voltak. Tulajdonképpen a termelés folyamatait fogták át elsősorban, később egyre inkább az értékesítés területére is áttették, és tulajdonképpen sok esetben a piaci lehetőségek felhasználására is adtak nagyon sok. De most tulajdonképpen ez a tudomány elért eredményeinek, nemzetközileg, hazailag elért tudományos eredményeknek is az úgynevezett transzmissziót látták el. Tehát a tudomány elért eredményeit ezek a rendszerek összesítették, és mint új tudományos eredményt vitték a csatlakozó gazdaságokra. Ez mindjárt hozzáteszem azt is, hogy kezdetben teljes egészében, hát a bábolnai rendszer különösen, teljes egészében nyugati képekre alapozódott. Később létrejött a bajai termelési rendszer, elsősorban a szocialista országok. Ugyanis ugye az a vált ért bennünket, hogy a Szovjetunióval való kapcsolatok ellen hatnak ezek az egészet, kevés képet vásárolunk Szovjetunióból, ezért létrehozták a bajai kukorica termesztési rendszert is, és ezt bizonyos értelemben ez a rendszer már nagy mértékben a szovjet erőgépekben vagy technikára alapozódott, természetesen ahol lehetett, a hazai lehetőségeket is bekapcsoltuk, habár a hazai gépgyártás erősen kiszorulóban volt már akkor is. Ma itt a Szentesi Árpád Agrár ZRT jubilómi ünnepségén vagyunk. Ön hogy látja, miniszter úr? Talán ez lett volna az a modell, amit 20 évvel ezelőtt követni kellett volna azért, hogy ne jusson a magyar mezőgazdaság ilyen drámai helyzetbe, mint amilyenben most van? Így gondolja ezt ön is? A Szentesi Árpád szövetkezetet, 40 évig Árpád szövetkezet volt, és utána az utóbbi 10 évben működik, mint részvénytársaság. Az én megítélésem szerint példaértékű munkát végzett az elmúlt 50 esztendőben.
ez talán ennek az alapját talán az adta meg, hogy már a kezdet-kezdetén, a szövetkezet megalakulása időpontjában is nagy mértékben sikerült a valós gazdákat, a valós kertészeket úgynevezett bevinni a szövetkezetbe, még akkor is, hogyha bizonyos úgynevezett terelési jellege volt ennek a munkának. De a szentesi gazdák nélkül, a valós gazdák nélkül, a szentesi kertészek nélkül, a szentesi úgynevezett gazdag tapasztalatok nélkül nem indulhatott el sikeresen, már az indulásnál sikeresen nem indulhatott el a szövetkezet. Én a szentesi szövetkezetet régről ismerem. Szabó Laci bácsit személyesen ismertem, az alapító elnököt, és nagyon sok tagját volt alkalmam személyesen is megismerni. A jelenlegi elnököt, aki most már részvénytársaság elnöke is, Csikai Miklós, úgy 1973-74-ben ismerte meg, mint a Fábián Sebességi Szövetkezet kertészét, ahol is egy üvegház létesült, és annak az átadásán akkor részt vettem. Tehát tulajdonképpen csak azt akarom megemlíteni, hogy a szentesiek lelkesedése, a szenteseknek a munkaszeretete, a szentesieknek az innovatív készsége, kreativitása nélkül ez a szövetkezet nem válhatott volna igazi nagy üzemé, nagy gazdasága, és talán a kényszer szülte, hogy átalakultak részvénytársaságá, de ez a lelkesedés, ez a hozzáállás, ez a szakmai szeretet átsegítette azon a néhány éven, amik ők elkezdhették a munkájukat. Mert a mai beszámolóban Csikai Miklós utalt arra is, hogy másfél-két év olyan volt, hogy hát éppen, hogy padlóra nem kerültek. Tehát átsegítette őket ezért. Hogy mennyire tekinthető modellnek. Az én szememben egy nagy gazdaság, egy nagy üzem, ilyen típusú formájú, ilyen formájú gazdálkodó szervezet, mint ahogy itt kialakultak. Ugyanis itt ebben a gazdaságban, vagy részvénytársaságban valóban már a kezdetétől érvényesült az, hogy nem csak alapanyag termeléssel foglalkoztak, hanem kezükbe vették az egyes esetekben az élelmiszeripari feldolgozás lehetőségét, de még inkább kezükbe vették az értékesítést. És ez a szövetkezet egy kicsit már akkor is tészszerűen működött, mert hiszen a hazai piac, a nemzetközi piaci lehetőségek felkutatásával, az export egész bonyolításával ez a törekvésük érvényesült. Ugye a mai nap az egyik Hungarofructus nevében szóvá tette, hogy milyen jó kapcsolat volt közöttük. Valóban nagyszerű kapcsolat volt közöttük, de én azzal egészítettem volna ki, hogy mindenek előtte kapcsolatok érvényesítésében egyáltalán, hogy export lehetőségekhez jutott a szövetkezet, ennek nagyobb érdeme volt az Árpád szövetkezetnek, mert valóban minden feladatát, ezzel kapcsolatos feladatát az Árpád szervezte, a logisztikától kezdve a vagonok kiállításáig, tehát gyakorlatilag ő bonyolította az egész dolgot. Ennek különösen akkor nagy a jelentősége, hogyha azt veszük figyelembe, hogy akkor még a szövetkezetek, állami gazdaságok nem rendelkeztek külkereskedelmi joggal. Akkor ugye egy monopol szervezetek, monopol külkereskedő vállalatok bonyolították az egész exportot, és gyakorlatilag a termelők kivoltak kapcsolva ebből az egész tevékenységből. És ezért én példaértéke, modellértékének tekintem ma is, még ha akkor is, hogy bizonyos kényszer körülmények jöttek létre ezt a formációt. Nyilvánvaló, hogy akkor, mikor erről beszélünk, mint egy gazdaság formációról, akkor ez nem jelenti azt, hogy mellettük
ne élhettének meg, és ne működhettének, akár eredményesen is, az ugye egyéni gazdaság, nem ezt jelente. De ez egy olyan formáció, aminek a lehetőségéről, előnyeiről nem szabad lemondunk, és példaértékük kell, hogy legyen a jövőben is. Köszönöm a riportot, és további jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen.